Laci Erzsébet, a Dolce Vita tulajdonosa fiával együtt vezeti az autóbusz állomás melletti éttermet. Már 15 éves múltú a hangulatos vendéglátóhely. Azt kell tudni rólam, hogy világéletemben pici gyerekkorom óta vendéglátósnak készültem, vendéglátóiskolát végeztem ott Mezővásárhelyen, majd Svájcba végeztem egy iskolát, ami egy felsőfokú továbbképzés volt. Azt mondhatom, hogy a vendéglátós élményeimben a legnagyobb tapasztalatot hozta számomra, kifejezetten meghatározó élmény volt. Visszatértem Pakson, vendéglátásban dolgoztam, de nem étterembe. Közel 15 évig egy borozót működtettem, és utána jött ez a lehetőség, amit nem bántam meg, nagyon-nagyon szeretünk csinálni, nagyon sok feladatot igényel, imádjuk a vendégeket. Egy olasz vonalon indultunk, mivel hogy olasz házasságom volt, így a gyermekeim is félvérek, tehát a Dolce Vita elnevezés nem a véletlenből jött, tehát nem csak a divatműve. Eredetileg teljesen olasz vonalú ételekkel indultunk, de akkor a közönség úgy érzem, hogy még nem volt egészen nyitott rá, tehát áthangoltuk gyakorlatilag magyar ízlésre, és ez a mai napig meg is maradt. Tehát ha őszint akarok lenni, tehát a tipikus kifejezett olasz ételeink nincsenek, tehát amit Olaszországban készítünk. Igaz, hogy én ezt nagyon jól tudom készíteni őket, mesterszakács is vagyok többek között, viszont a titok az, hogy egy 94 éves nénitől hónapokon át tanultam a főzés művészetét Olaszországban. Annától, akinek nagyon hálás vagyok a mai napig, nagyon sokat fejlődtem, ezért a gasztronómiai élményekben, de tehát magyaros konyhát főzünk gyakorlatilag. A repertoárunkban természetesen pizza, tészta, félék benne vannak, nagyon széles frissen sültek, nagyon sokféle sültes tárjaink vannak, 4 főre, 2 személyre, most már készítünk pörkölteket is, közkívánatra van gulyásleves is. Azt mondhatnám, hogy talán halételeink nincsenek ezzel, nyilván nem is tudunk és nem is kívánunk versenybe szállni. Vannak itt olyan emberek, akik már évek óta erre specializálódtak, ez nyilvánvalóan az ő asztaluk. Elég sokan, 4-en dolgoznak legalább egyszerre a konyhán, 2-en a pultba szinte minden nap. A Covid óta egy kicsit megváltozott ugye a vásárlói szokások, többet dolgozunk kiszállításra, mint helybeni fogyasztásra, de azért hála Istennek helybeni vendégeink is vannak. A buszpályaudvar egy elég meghatározó lehetőség itt a számunkra, nyilván takar jót, rosszat. Bizonyos szempontból nem tudjuk fölvenni a versenyt a nagyon szép kertes éttermekkel, viszont amit tudunk kínálni, az a szívünk, szeretetünk és a minőségi ételünk, szívélyes vendéglátás. Én azt gondolom, hogy azért már sokan ismernek bennünket, és bízok benne, hogy szeretnek. Fia, Rómeó a mindennapi munka folyamatokba is besegít. A pult mögül kilépve beszélt nekünk a tanulókról. Kiemelte, milyen fontos a gyakorlati tapasztalat, hogy a diákok éles helyzetben ki tudják próbálni magukat. Pár éve kezdtünk el a tanulóinkkal, vagy tanulókkal együtt dolgozni. Igazából én sokszor azt veszem észre, hogy úgy kezdik meg a pálya futásukat, hogy konkrét elképzelésük még nincsen sem a munkával kapcsolatban, sem az élettel kapcsolatban, hanem itt tudunk nekik egy olyan fajta löketet adni, vagy egy inspirációt, ami a megfelelő útra tereli őket. Vannak olyanok, akik szembesülnek azzal, hogy nem jó pályát választottak, illetve vannak olyanok, akik megtalálják a helyüket. Vannak pincér, illetve szakástanulóink is, mert ugye természetesen az a célunk, hogy minél előbb kitanulják a szakmát, ezért, de nyilván ugye a ranglétrát végig kell járni, hagymapucolás, krumplipucolás, mosogatás, takarítás, de nyilván az előkészületek, panírozás, és utána szépen beengedjük őket a konyhára, megtanítjuk őket főzni az alapokra, az alakártos ételeknek az elkészítését, illetve a nagyobb befőzéseket is. A pincér tanulóinkkal szintén az alapoktól indulunk, elsőnek csak asztalokhoz kimennek, felveszik a rendeléseket, megmutatjuk nekik, hogy a gépen hogyan kell felvinni a rendelést, illetve hogy kell a gépet kezelni. Természetesen, amikor már profibbak, vagy már rutinosabbak, akkor nagyobb feladatokat is átadunk nekik. Ezek például a rendelésleadások, vagy esetleg
a nagyobb foci csapatokkal, vagy csapatokkal, akik szoktak hozzánk járni, étkezni, azokkal a kommunikáció, e-maileknek a megválaszolása, vagy esetleg számlakezeléseket is szoktunk rájuk bízni. Vámos Viktor Szekszárdon tanul. Nem csak a tankonyhában, hanem az étteremben is hasznosan tölti az idejét. Húsokat klopfolok. Zöldségeket szoktam összevágni. Pizzát szoktam kenni, készíteni. És szoktam pizzatésztát is összeállítani. A duális képzésnek köszönhetően az iskolában és a gyakorlati helyen is rengeteg tudást képesek elsajátítani a diákok. Ezt a későbbiekben az oktatási intézményekből kilépve a munka világában tudják majd kamatoztatni.